Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezen a fórumon én is egy pár szót szólhatok társadalom tudományi oldalról. Fabok Veronika nem tud sajnos eljönni, mert írja a doktoriát, úgyhogy én tartom meg ezt az előadást. Participatív, vagyis részvételi módszerekről lenne szó, és gondolkodtam azon, hogy a saját tapasztalatainkat is hozzam-e, de ezek nem nagy ragadozókkal kapcsolatosak. Van ragadozó madár konfliktus, amiben segítettünk annak idején, de azt gondolom, hogy ennek a grémiumnak én inkább akkor külföldi példát hoznék majd. Azzal kezdeném, hogy ez az egész témakör, a vadragadozó védelem, akár az azokkal kapcsolatos konfliktusoknak a kezelése egy nagyon bonyolult rendszerben értelmezendő, amit társadalmi, gazdasági, ökológiai rendszernek nevezhetünk. Tehát, hogy ennek van egy ökológiai része, erről is hallottunk már az első előadásban, illetve van egy társadalmi, gazdasági alrendszer része is, és a kettőt valahogy együtt érdemes vizsgálni. Nyilván mind a kettő nagyon összetett rendszer, nagyon bonyolult a működése, és ha ezek találkoznak, a középső részen is hasonló összetettséggel kell, hogy szembenézzünk. Ha a farkas témát vizsgáljuk, akkor azt gondolom, kiemeltem egy-két gondolatot. Ez nem teljes, inkább csak gondolatébresztőnek tettem be. Az ökológiai rendszerben mit tapasztalunk? Az, hogy a farkas újra megjelent, visszatelepülni látszik Magyarországra. Ugye egy csúcsragadozóról van szó, ami azt jelenti, hogy ugye egyrészt a nagyvadakra van egy erős hatása, illetve ugye, ahogy hallottuk már, meg ma is több szó fog erről esni, táplálékláncon keresztül ugye a haszonállatokra is van hatás. És egy élőhely módosító, átalakító szerepe is van, ennek is gondolom nem egyszerű az ökológiai folyamata. A társadalmi gazdasági rendszerben azt látjuk, hogy kevés a tapasztalat azért itt Magyarországon az együttélésről, nyilván ebből is adódnak részben a konfliktusok. Nagyon összetett a tulajdonosi és a használói rendszer, akár azt nézem a természetvédelem, a vadgazdálkodás oldaláról, a magángazdálkodók oldaláról is, amit szerintem érdemes figyelembe venni mindenképpen így háttérként. Ugye, ahogy már így halljuk meg, biztos, hogy ma is előkerül többször is, ugye a zsákmányállatok bevételi forrás jelentenek mind a gazdálkodói oldalon, akár a vadgazdák, akár az állattartók oldalát is nézzük. És érdemes azt is megemlíteni, hogy az értékítéletek erről a falról különbözőek. Ezzel nem mindig szoktunk foglalkozni, de társadalomtudósként látjuk, hogy azért ez is nagyon fontos, mert ez hosszú távon van az emberrel. Nem egyik napról a másikra változik, hogy hogyan viszonyulunk akár egy adott védett fajhoz. Viták is vannak, de én is tanítok vadgazdálkodókat is, tanítok természetvédőket is. Van, amikor együtt, pont a farkas tárgyaltuk az elmúlt héten, és ezekben a beszélgetésekben sokszor még Csíkszeredáról is becsatlakoznak vadgazdálkodó hallgatók. És azt látjuk, hogy eltérő a vélemény arról, hogy akár Magyarországon, hogy mekkora a farkasnak a tényleges állománynagysága, mekkora a kívánatos állománynagyság. Illetve az is, hogy mekkora az a hatás, amit a különböző állatok, haszonállatokra vagy a nagyvadakra kifejt. És hát azt gondolom, hogy az élőhely átalakító hatásáról is biztos, hogy eltérőek a vélemények. Kevés még a kommunikáció, elindult, szerintem ez a fórum is nagyon jó arra, hogy ezt tovább is folytassuk. És
itt még kiemelném így indulásnak, hogy a bizalom megteremtése azt szerintem nagyon fontos. Ahogy az érzelmek följönnek, most is láttuk, teljesen jogos érzelmekről van szó, egy hosszú távú együttműködés kialakításával azt gondolom, hogy ezek talán kezelhetőek. Különböző hatótényezők is vannak, amikkel érdemes foglalkoznunk, akár így a természeti oldalról, például a klímaváltozással kapcsolatos hatások, és a szakpolitikai oldalról is, akár az, hogy ugye most fokozottan védett státuszban van ez a faj, tehát hogy ez egy kiinduló állapotunk, hogy nincsen kompenzációs rendszer ma országos szinten, ami fontos lenne. Egy korábbi live projektben ennek az alapjait letették, most éppen Lacira, Szemeti Lacira nézek, tehát van miből kiindulnunk, de igazából nem lett ez hatályos. Azért ott középre betettem, hogy vannak helyi egyedi megoldások, látjuk, hogy akár a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is próbálja a saját hatáskörében központi vagy saját forrásokból ezt segíteni, de igazából nincs egy központi rendszer. És hát az is nagyon jó, vagy az nagyon jó, hogy viszont egy live projekt elindult, akár ez a mostani, volt egy kísérlet egy másikra, ami sajnos még nem nyert, illetve egy korábbi live projekt is volt, amiből az alapokat le lehetett tenni. Ahhoz, hogy itt együtt tudjunk működni, és értsük ezt a két oldalt is, illetve valahogy közösen előrelépjünk, nagyon sokszor ebben a keretrendszerben az adaptív co-management felé való ellépést javasolják a kutatók. Ez azt jelenti, hogy mindig adaptálódunk, mi is, meg az állatok is, ugye, a változó ökológiai, társadalmi, gazdasági rendszerre, ezek egymásra is hatnak, és együttműködésben az összes érintettel. Ehhez én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne egy olyan farkasvédelmi terv, vagy nevezzük akárhogyan, ami minden érintett által elfogadott. Van egy fajvédelmi terv, de én azt gondolom, hogy a mostani viszonyokra ezt jó lenne aktualizálni és meg is vitatni az érintett felekkel. Sok szereplős rendszerben vagyunk itt a farkasvédelem kapcsán. Ez csak egy sematikus ábra, mutatva azt, hogy itt természetvédelmi oldalról, akár a civil, akár az állami oldalról, a gazdálkodói oldalról, lakosok, illetve a turisták oldaláról is sok mindenki van, csak akkor, hogyha a szűk kört nézem, és még ide nem vettem be se a kamarákat, se a hatóságokat, vagy az Agrárminisztériumot, az Európai Uniót, vagy az egyetemeket, kutatóintézeteket is. Vannak mindenhol, én azt gondolom, már most együttműködések, akár itt a helyi szinten is, a szereplők között, amire érdemes lenne építeni, és nyilván vannak konfliktusok is, amiknek viszont a kezelése fontos lenne. Ha a nemzetközi szakirodalmat nézzük, akkor itt a részvételi folyamatok kapcsán több gondolat is megfogalmazódik. Az egyik az az, hogy nagyon gyakran az a stratégia, általában a természetvédelmi szervezetek részéről, akik segítik a visszatelepülési folyamatokat, hogy várjunk, nézzünk, lássuk majd, hogy mi történik, és akkor utána lépjünk. A tapasztalatok azért azt mutatják, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb stratégia, főleg akkor, hogyha az adott fajnak a populációja a kezdeti stádiumon túl jut. Tehát, hogy érdemes már itt az elején gondolkodni arról, hogy mit, hogyan is csináljunk, hogyha esetleg a növekedés tovább folytatódik. A leggyakoribb megoldási módok általában az, hogy megtérítik a károkat. De ezt én nagyon fontosnak tartom, de ugyanígy, ahogy hallottuk, a preventív módszerek valószínűleg még jobbak. De igazából ez a pénzügyi ellentételezés nem elégséges, én azt gondolom, és főleg azért, mert
Nagyon sokszor az eltérő érdekek mellett eltérő értékek, akár világnézet, hatalmi viszonyok is lehetnek a háttérben, és ezekkel is érdemes foglalkozni. Vannak jó példák Európában is az együttműködésre, tehát ez szerintem nagyon fontos, regionális együttműködésre helyi szinten is vannak, viszont azt megemlítik így az általam olvasott irodalmakban azt, hogy a hatósági oldal is bekapcsolódjon, illetve felsőbb szintre kerüljön, tehát mondjuk minisztériumi szintre a kezelés, az kihívást jelent azoknak a szervezeteknek, gazdáknak a részéről, akik egy ilyen együttműködési folyamatban elindulnak, és helyi szinten ki tudják alakítani a megfelelő, kellő és együttműködő viszonyokat. Van EU platform Európában, itt van az Európai Unió szintjén, nagy ragadozók és emberek együttélésére, ez a magyar, én így fordítottam magyarra, amiből érdemes kiindulni. Én ezt hoztam egy példának. Ebben ugyan 7 szervezet szerepel, de vannak vadgazdálkodó szervezetek, akár a FACE nevű szervezet, vagy a Magyarországon is ugye működő CIC-nek szoktuk így becézni. Vannak benne gazdálkodó szervezetek, a földtulajdonosok, illetve rénszarvas tartóknak a finn és svéd szervezete együttesen, és van a természetvédő szervezetek is, az IUCN, a WWF és az Európark. 4 fajjal foglalkoznak, ezek között a farkas is szerepel, vannak éves üléseik, és próbálnak minél több gyakorlati példával előállni. Az alapelveik talán érdemes ezeket is megemlíteni. Abból indulnak ki, hogy Natura 2000-es fajokról van szó, tehát hogy ezt mutatja az, hogy jogi kereteket szeretné betartatni. Nagyon fontosnak tartják a tudásbázis bővítését, az ismereteknek a feltérképezését, de nem csak az ökológiai oldalon, hanem a társadalmi, gazdasági, kulturális szempontoknak a beépítését is. És azt, hogy egy konstruktív párbeszéddel elinduljon egyfajta konfliktus kezelés helyi, regionális szinten. Illetve ugye nagyon sok fajt érint, a farkas is ugye határon átnyúló hatások a vonulásuk kapcsán, ezért a határon átnyúló együttműködésekre is szeretnének figyelni. Ebből kiindulva, több regionális platform is már indult, és azért hoztam ezt példának, hogy inspiráljam itt a társaságot, hogy esetleg ez lehetne itt is a következő lépés. 6 országban van már, és ezeknek a platformoknak a kialakítása egy ilyen protokoll alapján megy. Először is, amikor kiválasztják a területet, jön egy ilyen missionnek nevezik, és interjút készítenek akár már a helyi érintett csoportokkal, és megpróbálják lehatárolni a régiót, a résztvevők körét, hogy ki lesz a facilitátor, ezt nagyon fontosnak tartják, és hogy mi a témakör, vagy témakörök, amelyeket tárgyalni fog ez a platform. Ezután az érintettekkel közösen megpróbálják kialakítani a konfliktuskezelési módokat, és már találkozót is, esetleg egyet-kettőt szerveznek, kiválasztják a facilitátort, és a következő lépés a végrehajtás lesz, ahol már a platform találkozókon konkretizálják azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán ez a platform működni fog. És van egy visszajelzőkör is. Ahogy mondtam, már jó pár kialakult így Európában, és 3-4 részvételi folyamatot már elkezdte publikálni. Tehát ezek a 2 publikációból dolgoztam most, ahol megpróbálták itt tudományos módon is földolgozni azt, hogy mi történt. 2 fázis volt általában, az egyik a maga a konfliktusnak a feltérképezése, a másik már az együttműködéseknek a kialakítása. És itt klasszikus társadalomtudományi módszereket alkalmazta, mi is ezeket szoktuk.
beazonosították az érintetteket, volt interjúzás, amivel megpróbálták fölmérni az attitűdöket, hogy hogyan viszonyulnak az egyes csoportok a fajhoz. Ezt mi is szeretjük használni, mert ez a bizalom kialakításának is egy első lépése. Háttéranyagok, tudományos anyagok földolgozása is ugyanúgy megtörtént, és a jogi eszközöket is felmérték azzal kapcsolatban, hogy később miket lehet használni. Ezt ugranám, majd hozzá lehet férni, mert kevés az időm, de hogy fel is dolgozták, 54 interjú készült, hogy hogyan viszonyulnak a nagyragadozókhoz, mik az elképzelések arról, hogy mi lesz, hogyha nem történik semmi, és mik a hatásokról az elképzelések. A második fázis szólt a dialógusról, ahol már megpróbálták meghatározni azt, hogy ameddig eljutottak, akár egyébként szerepjátékokat és hasonlókat is alkalmaztak, tehát nem csak konkrét ilyen tudományosabb jellegű beszélgetések voltak, és ami a lényeges, hogy megpróbáltak kialakítani egy olyan akciósorozatot, aminek a végrehajtásával olyan megoldások születhetnek, ami minden fél számára jó lehet. Spanyolországi terepre nem lesz már sok időm, kicsit elment az elejével a gondolatom, de hogy az Ávila tartományban, ahol egyébként a farkas az egyik nagy probléma, itt is volt egy ilyen részvételi folyamat, és ezt csak így példának hoztam, hogy milyen akciókat választottak ki. Tehát a kárbeslést minden egyes farkas támadásra, azt gondolták, hogy nagyon fontos, hogy ezt meghatározzák, hogy értékeljék a kármegelőzési intézkedéseket, hogy legyen egy pénzügyi támogatás ezeknek a megvalósításához. Tehát csak azért mondom ezt, hogy hasonló dolgok vannak azért itt más országokban is, és hogy legyen egy állandó platform. És így végezetül azt gondolom, hogy érdemes elmondani azt, hogy nem a nulláról indulunk itt Magyarországon. Ez a LIFE projekt is nagyon sokat hozzátett már ehhez a kérdéshez. Vannak elkötelezett szakemberek minden oldalon, én azt gondolom, és egy jó tudásbázis, amire lehet építeni. Vannak helyi megoldások, akár a kármegelőzésre, vagy esetleg kárenyhítésre. Én nagyon fontosnak tartom a Kuvaszőr alapítványnak a közreműködését, mert nagyon jó ötleteket hozott. Vannak jó gyakorlatok, elkezdődött az érintett csoportoknak a feltérképezése, itt pont a LIFE pályázat 2018-as műhelyén, tehát ez konkrétan itt elindult. Készültek interjúk helyiekkel, hallunk majd erről egy előadást is, és volt már egy műhelybeszélgetés, ezt érdemes talán holnap folytatni. És itt van az együttműködési megállapodás. A következő lépésnek én ezt tartanám fontosnak, hogy ez nyílbe ütődjön itt valahogy. Én azt gondolom, nagyon fontos lenne célzott interjúk az érintettekkel, társadalomtudományos szakemberek bevonásával, és egy konfliktus elemzés és az érintett elemzés mellett, és én azt gondolom, hogy elindulhatunk a platform felé. Tehát én ezt javaslom a társaságnak. És igazából vannak kritériumok is, miktől sikeres egy részvétel, nemzetközi szakirodalomban is, meg mi is használunk. És hát köszönöm szépen a figyelmet, két olyan képpel zárnám, amely folyamatokban mi voltunk benne, facilitátorként, társadalomtudósokként, ahol mezőerdő vadgazdálkodókkal, parlagisasos ügyben már voltak együttműködések, és közös akár pénzügyi megoldásnak a keresése, illetve a Bődiszék területén, a Szikestavas terület a Kiskunságon, ott pedig legeltető állattartókkal volt egy nagyon jó diskurzus arról, hogy mivel, hogyan érdemes legeltetni, és mik a fő problémák gazdálkodói oldalról, amire a Nemzeti Park Igazgatóság tud reagálni.
Köszönöm szépen!